Nem hagyhatsz el csak így, Richard. Ha jól emlékszem, te dobtál ki engem. Igen. És te ilyen könnyen lemondasz rólam? Én nem egy várótermi kaland vagyok, Richard. Semmi kétségem. Körülöttem a férfiak meg szoktak halni, Richard. Nem pedig lelépni. Nem leléptem. Kirúgtál. Jó. Mit csinálsz? Mit csinálok? Így. És most szépen elbeszélgetünk, Richard. Te lenyelted az egyetlen kulcsot. Biztos van nálam szebb, jobb, meg fiatalabb. Ne csináld ezt, Ildikó. Köpd ki azt a kulcsot. Lenyeltem, Richard. Szenvedj. Nem fogok visszajönni, Ildikó. De hát már vissza is jöttél, Richard. El kell mennem Csengéért. Igen? Ki az a Csenge? Mindegy. Muszáj, Ildikó. Igen? És velem mi lesz? Itt hagysz étlen szomjan. És ha ki kell mennem a WC-re? Hogy csinálhattál ilyen hülyeséget? Hát jó ötletnek tűnt. Felnőtt, érett ember, oda bilincseli magát. Megőzöltem, Richard. Ha éreznéd, amit én... Érzem. Ide kéne jönnöd. Anyád oda bilincselte magát a kolóniához. Mi? Mit csinált? Oda bilincselte magát. És lenyelte a kulcsot. Hát, legkorábban holnap reggel lesz meg. Ide tudnál jönni? Nekem el kéne mennem Csengéért a daruba. Cseng a daruban ma? Ez most hosszú. De te ide jössz, én megvizsgálom Csengét, aztán 4-kor élő bejelentkezésem van. Jövök, jó, jó. Ki az? Ki van ott? Richard? Te vagy az? Szólaljon meg, különben hívom a rendőrséget. Szia, anya. Aj, kisfiam, a frászt hozod az emberre. Hogy jöttél be? Rihány nyitva hagyta az ajtót. Jól vagy? Kezdek zsibbadni. És így áll, kell folyadék, nem itt. Jaj, köszönöm. Hát van még egy szabad kezem. Jó, figyelj, anya. Végig gondoltam. Micsodát? Ha nincs más megoldás, szüty, lefűrészeljük a kezedet. Te megőrültél? Hát gondolkozzál már, kisfiam. Jó, ne ragudj, ha nem akarod, semmi baj, majdnem megnyomorítottalak, de nem akarod, akkor eltörjük a hüvelykújadat, és akkor biztos át fog férni a kezed. Hát nagyon jó ötlet. Na, ugye. Kisfiam, igen. Fogd meg azt a telefont, és hívjál egy lakatost. Ja, jaj, de jó, már is, jaj. Ne haragudj, anya. Jaj. Már úgy aggódtam, fúf. Azt hittem, kész, vége. Annyi a kéznek, ami a bölcsőmet. Ajaj. Mi van? Hát nincs lakatos az elbetűnél. Az internetről hallottál már, kisfiam? Ja, jó. Jó, nyugalom. Na, tessék, nézzük csak. Óha, meg is van, itt van. Milyen lakatost akarsz? Milyen lakatost? Na, náhogy Budapestit, majd Záhonyit. Jó, csak kérdeztem. Na. Kicsöng? Euréka. Halló, jó napot kívánok, Tóth János vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ki tudná nyitni egy bilincset? Nem, de hogy is ez teljesen legális. Nem, ez nem olyan, ez ilyen szőrös bilincs. Nem rajtam van. Nem, de hogy is. Édesanyámon. Nem.
Nem, nem én raktam rá. Az osztálytársam, aki anyám... Nem, mindegy, túl bonyolult. Akkor vállalja? Jó, jó. Na, vállalja? Vállalja, de feláros lesz. Ne aggódj, nem te fizeted. Ja. De a címet? A címet megmondtad neki? De hülye vagyok, jaj, de hülye vagyok. Ancsikám. Jó, jó, egy pillanat. Na. Halló, megint én, aja, én vagyok, Tóth Jancsi, a plüssbilincses. Anya, anya, anya. Jól van, kisfiam, köszönöm. De azért ne élj vissza azzal, hogy nem tudok elmenekülni. Bármi lesz, én mindig itt leszek neked. Hát az nagyon jó lesz. Akarod, hogy visszaköltözzek? Na végre. Megyek, nyitom. Azért csinálhattál volna egy kis rendet. Minden szana szét. Jaj, Istenem. Üdvözlöm, jöjjön. Tóth János vagyok, a plüssbilincses. Ne nézzen szét. Szalad minden. Készsok. Jó napot. Azok nem az én dolgaim. Azok Jancsikám. Azok mind anyám szeretői. Kezi csokolom, nekem ehhez semmi közöm. Ahogy mondja. Az a kis nővérruha, az nagyon izzasztós. Szerintem nem, ha egy kis hintőpor megy a nebe. Jancsikám, hát koncentráljunk a feladatra. Ez lenne az? Maga szerint. Ilyen. Meg is volnánk. 10 000 forintot kérnék. Ezért? Mi másért? Anya, légy szíves. Jó, van, hozom. Menj. Hagyjál már. Menj már. Mik vannak? Nekünk is van ilyen erővágónk innen a kamrában. Ezek tényleg nem az én dolgaim. Tessék. Köszönöm szépen. Azért csak mentsék el a számomat, és hogyha legközelebb arra gondolná, hogy kikötözi az anyját acélsodronnyal és lakattal, az kicsit többe fog kerülni. És ezzel mi lesz?